akik meg tehetjük, testvérek, vegyük elő a Bibliánkat, és három igehelyet fogunk megkeresni és elolvasni. Nem túl hosszúak az ige szakaszok, de azért most, mivel többet kell lapozgassunk, maradjunk, tehát ülve maradunk, majd utána fogunk fölállni, és áldáskérő imádságra majd hadd kérjek két vagy három testvér, akiket Isten lelke imádságra indít, kérjünk áldást az ígére, az ige hirdetésére és az ige üzenetének fogadására. Tehát az első ige, két ige vers a példabeszédek könyvének 18. részében. Példabeszédek könyve 18. fejezetében a 20. és 21. vers. Csak elő van hely a később jövőknek, úgyhogy gyertek előre nyugodtan. Ti meg a húzódjatok még beljebb, testvérek, jó, hogy legyen hely. Jó, és akkor Tamás, te is mellé fogadsz egy valakit. Jó, köszönöm szépen. Tehát példabeszédek könyve 18. fejezetében a 20. és 21. vers így hangzik. Amit mond az ember, annak gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amilyeket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Tehát amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Jakab apostol levelének 3. fejezetében a 2. verstől a 12. vers végéig. Jakab apostol levele 3. rész 2. versétől. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanúgy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja az egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát. És ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtetett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet. És a 3. ige szakasz pedig Péter apostol első levelének 3. fejezetéből a 8. verstől. Péter apostol első levele, 3. rész, 8. versétől. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők,
könyörületesek, alázatosak, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyelt, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. Meghajtjuk a fejünket, imádkozunk. Szerető drága mennyei atyánk, eljöttünk itt erre a helyre, mert a szívünk vágyakozik a te érintésedre, a te megbocsátásodra, a te drága beszédedre. Megnyissuk a mi szíveinket is, vágyakozva várjuk a te üzenetedet. Meghajtjuk fülünket, meghajtjuk szívünket, és várjuk a te üzenetedet. Ó, Uram, adj erőt! Nagyon kérlek, könyörgök ezekért a drága szívekért. Én tudom, Úr Jézus, hogy ma nagyon sok szívig el fog szomorodni, de a te lelked szerint szomorodjanak el. Úr Jézus, ne legyen itt senki, aki a test szerint fog elszomorodni. Én kérlek, ha lesz itt szomorodás, Uram, akkor csak a te drága lelked által és életre vigyen ez a szomorodás. Kérlek, Úr Jézus, hogy jöjj a te vigasztaló szent lelkednek, és emelj fel bennünket, mikor rávilágítsz, és mikor megmutatod a mi botlásainkat, mikor megmutatod azt, hogy hogyan veszítettük el a csatát. Ó, Uram, ne csüggedjünk el, ne adjuk föl, Uram, jöjj Szentlélek Isten, és bátoríts, és gyámoníts, és emelj, Uram, míg akarunk téged követni, még ha el is estünk, még ha el is botoltunk, ó, Úr Jézus Krisztus, emelj fel, ne hagyd magunkra. Fogd kezünk, vezess, szeress, mert a te szereteted nélkül sivataggá válna a mi életünk. Legyen magasztalva, dicsérve, szeretve és imádva az a drága név Jézus, mind örökké. Amen. Tessék, gyertek, foglaljuk a helyet, drága testvérek. Van elég hely. Elő van még kőben hely. Van. Jó. Itt bennék, készítsetek egy helyet, bennék foglak jönni. Nálunk is Komárdon van, testvérek. Nagyon sokszor, mikor látom azt a sokaságot, hogy jönnek, akkor csak azért imádkozok, hogy Úr Jézus, valahogy nyújts ki azt a helyet, hogy elférjenek az emberek, hogy egyetlen egy lélek se ne forduljon vissza azért, és ne menjen el, hogy nincs hely, hanem hogy valóban, hogy tudjanak jönni a lelkek, tudjanak jönni azok az emberek, akik szabadulni akarnak, akik nyerni akarnak világosságot, akik akarnak épülni Krisztusban, és olyan jól látni azokat az éhes szíveket. És itt vannak drága testvérnök, akik gazdasszonyok, és ugyan milyen nagy az a öröm egy gazdasszonynak, mikor ő kiteszi a tálat, és mind még kinyalogosság még a tányért is, ugye? Azt mondja, volt ennek értelme. Volt annak a fáradtságnak értelme. Volt értelme annak, hogy én munkálkodtam, fáradoztam, és amikor lássa, hogy jó ízűen megeszik, és nem figymánkodnak benne, hanem örülnek annak, akkor ez olyan, mint egy jutalom, egy olyan buzdítás. És ugyanezt történik az én drága feleségem Zsuzsikával, hogy testvérek, ha látnátok, hogy milyen szeretettel forgolódik az asszony,
egyszerűen annyira vágyakozik, és azt mondja, Abba, ott szeretnék lenni. Tudom, hogy ezt a 7 órát, amit tartanak az Isten tiszteletek nálunk, azt mondja, én nem lehetek ott, mert hát kell készíteni, kell már gondolni arra, hogy 7 óra után már mindenkinek korog a gyomra, ugye? És akkor ő készíti, ott konyhába forgolódik. És akkor szóltam egy drága testvérnek, mondom, drága testvérem, nem lehetne valami ernyőt a konyhába beszerelni, és hogy láss az én feleségem a fazékaktól, hogy láss, hogy mi történik a gyülekezetben. Akkor már 2 hét múlva ott voltak a testvérek is, beszerelték a konyhába az ernyőt, és ott van, ott hallgassa, lássa a fazikak mellett, ahogy dolgozik, akkor láss, hogy mi történik bent a teremben, és olyan áldott jó kajákat készít aztán, mert megvan áldva lelkileg, és ő még azt a szeretetet, azt a hálát beleteszi a fazikakba is, és csodálatos szeretet vendégség van is. És hát így gyakorlatilag is megéljük ezt a szeretetet. És az Úr Jézus is készített nekünk ma igét, és nagyon, nagyon attól függ, hogy nem fogunk fitymánkodni. Azt mondjuk, hú, idáig olyan elfogadható ige volt, de ez aztán már már nem. Készek vagyunk még ezt meghallgatni, készek vagyunk, hogy elfogadjuk az Úr Jézusnak a üzenetét életünkbe. Nem kellemes prédikáció lesz. Készek van. Dicsőség is. Igen, hangot kell még. Nem megy. Jó. Félek, hogy besipol majd. Jó. Megpróbálni. Igen. Jó, úgy próbálok egy kicsit. Jó. Én néha félek ettől, mert beindulok, aztán nem bírja ki a technika pszichikailag a szolgálatot. Drága testvéreim, mindenkinek itt van a nyelve? Így. Jó, de nem mindenkinek szólalt meg, úgy van. Úgyhogy mindenkinek itt van a nyelve, mindenki használja a nyelvét, és egy nagyon drága ige van, amit felolvasott az én drága testvérem, Imre testvérem, azt olvasta, hogy a nyelv hatalmában van az élet és a halál. És ki hogy szeret ezzel élni, úgy eszi ennek gyümölcsét. Így fordítsa a Károlyi fordítás. Ki hogy használja, ki mivel szeret élni, annak a gyümölcsét úgy élvezi. Drága testvéreim, ez egy olyan ige, amely az egész életemet, mindent egyszerűen fölfordított. Egész prédikátor életemet, egész keresztény életemet, és egész minden fölfogásomat egyszerűen fölfordította, és Isten elkezdett egy teljesen újat az én hívő prédikátor életemben, személyes életemben és az én családom életében. Mert rájöttem egy hatalmas nagy titokra, ami nem is annyira titok, csak kell olvasni a Bibliát, és Szentlélek, hogyha ráébreszt ezekre a fontos dolgokra, akkor már nem is titok, hanem teljesen világossá válik. Tudjátok, hogy milyen íze van a ti életetekre? Tudod, hogy milyen íz van a te lelkedben? Tudod, ki ezt az ízt hozta be a te életedbe? Nem a te barátod, nem a te élettársad, nem a körülötted élő emberek tették a te életednek azt a ízét, ami benne van a te életedben, hanem a te saját nyelved,
ahogy használtad az életnek körülményei között, ahogy éltél, és mivel éltél, és hogy használtad a te nyelvedet, olyan életednek a íze. Azt mondja Jakab apostol, hogy a lovaknak zabolát teszünk a szájunkon. És ezekkel irányítsuk. És a hajók, a nagy hajókat, még egy kis kormány egyszerűen irányítsa ezt a nagy hajót. Akármilyen nagy vagy, akár ki vagy, vagy kinek érzed magad, kicsinek vagy nagynak, nagy hajónak érzed magad, vagy kis hajónak, egyszerűen ott vagy, azért vagy ott, hogy hogyan használtad a kormányt. Hogyan kormányoztad a te életedet. És azt mondja Jakab apostol, hogy ez a kormány a mi nyelvünk. Hogy használjuk azokba a viharokba, azokba a nyomásokba, azokba a szelekbe, hogy használjuk ezt a kis kormányt, ezt a kis eszközt, akkor olyan biztos célba jutunk. Nem. Egyszerűen hiába fúj ilyen vagy olyan szél, hiába ilyen vagy olyan vihardul, egyszerűen nem a szelek, nem a körülmények, nem a nyomások, nem a behatások vezetik az én életemet, hanem az én kormányom. Egyszerűen van egy kormány a hajón, amely biztos helyre, egy biztos zátonyba egyszerűen ott megáll. És ez a mi nyelvünk. Hogy használod a te nyelvedet nehéz helyzetekben? Ha valaki megszúr, akkor bla bla bla. Rögtön megindul a te nyelved. Mindegy, hogy mit szól. Hányszor elmondtad magadnak, én elmegyek oda és oda, és ki nem nyitom a szám. Nem szólok egy szót sem. És akkor hallgatsz, hallgatsz, és egyszer csak valaki odaszúr, ugye? És te elfelejtetted, hogy mit mondtál, és mi történt. Mint ha valami biztosíték itten kikapcsolódna, és bla 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 bla. És akkor mondod. És akkor már tudod, hogy itt elveszítetted egész csíkon ezt a harcot. Mi az a biztosíték? Mi az a valami, ami elengedi a nyelvemnek a biztosítékát? Mi az, ami azt megengedi, hogy én el is határozom, és szent komolysággal elhatározom, hogy én nem szólok egy szót, és mégis megszólalok, én erről nem fogok beszélni, és mégis elindul a nyelvem, és mégis mondom. Tudjátok, mi az? Tudjátok, az embernek a énje. Mikor valaki megpiszkálja a te énedet, akkor egyszerűen az a biztosíték, ami ott van, az egyszerűen elengedi azt a kapcsot, és elindul a te nyelved. Elég csak belepiszkálni, elég csak belerúgni. Nálunk Szlovákiában van egy olyan közmondás, hogy belerúgsz a üres töltfába, és kiretülnek a balok. Nálatok Magyarországon nincs ilyen közmondás, ugye? Biztos nem volt ilyen közmondásra a szükség. De nálunk Szlovákiában van egy ilyen közmondás, hogy egy lyukas töltfába, ha belerúgsz, akkor blubblubblub. Rögtön repkednek ki a balok. És ez azért van, hogy mikor valakit megpiszkálsz, vagy valakibe beleakadsz, valakinek az ő érzékeny énét megpiszkálod, belerúgsz, akkor elkezdnek azok a sértő babjok, az a sértődékenység egyszerűen az kibudjan az emberből. És akkor kirepülnek a babjok, hogy vububub, és akkor mennek. Nálatok nincs ilyen probléma, ugye? Férj és a feleség nagyon szeretitek egymást. És akkor annyira tisztelitek, mit mond a papa, mit mond a mama, mit mondanak a gyerekek, meghallgassátok. Nincs olyan, hogy hobabob. Nincs olyan, hogy kirepkednek a babjok. Nincs olyan valami, mikor megérzem, hogy most bántom, most piszkálom, most belém szúrt, és akkor kirepül nem egy babolyó, hanem egész
csorda, vagy hogy mondja ez magyarul? Egy raj, egész raj. De tudjátok, akár hányszor belerúgnak abba a lyukas költfába, mindig bagjuk repülnek ki. Vannak olyan házas párok, ahol mindig piszkálják egymást, és mindig bagyok repülnek. Akár mennyiszer belerúgnak abba a töltfába, mindig bagyok repülnek. És ki kell írtani ezeket a bagyokat. Egyszerűen nem szabad, hogy benne fészkeljenek. Ki kell, még a tojásokkal is ki kell, a fészkükkel ki kell dobálni ezeket a bagyokat, mert ez az a sértődékenységünk, ez az a sértő énünk. Mikor valaki megpiszkál, valaki nem úgy beszél, nem úgy szól, ahogy én várnám, egyszerűen megsértődök, és akkor elengedem a nyelvemet. Úgy látom, hogy Magyarországon ez nem probléma. Csak ott nálunk szlovákoknál, ottan ennyire indulatosak az emberek, a sértődékenek, csak ott repkednek a bagyok. Vagy itt is? Itt is. Hát akkor jó helyen prédikálok. Dicsőség Istennek. No, ezért, drága testvéreim, mi az a biztosíték, mi az a kapocs, mi az, ami elengedi? Hát ez a mi énünk. Mert a szívünk trónján nem az Úr Jézus Krisztus ül, hanem a mi érzékeny és sértődékel énünk, amelyet ha valaki megpiszkál, ha valaki belénk bokolik, belénk rúg, akkor mindig a bagyok, a megsértett bagyok, azok a hangoskodó bagyok, ezek egyszerűen kirepülnek belőlünk. Meg kell változtatni azt a helyzetet, hogy itt a szívünk trónján egy másik biztosíték legyen, nem a mi énünk. Mert én azt mondom, hogy én meg nem szólok. És ez az én, mikor meg van érintve, egyszer csak elengedi a kapcsot, és megszólal. Ha valóban mi csendben akarunk maradni, ha mi valóban akarunk tűrni, szenvedni, elviselni, elhordozni, még a nehéz helyzetet is, akkor ott a színünk trónján, ott azt a kapcsot ki kell cserélni. Az azt jelenti, hogy nem a mi énünk fog ott ülni, az a sértődéken énünk a szívünk trónján, hanem az Úr Jézus Krisztus. Mikor az Úr Jézus Krisztus elfoglalja az a mi szívünk trónját, ő milyen? Szelíd, alázatos, tűrő, figyelmes, elhordozza a nehézségeket. És akkor, amikor érintenek bennünket, akkor az Úr Jézus ül ottan. Ő az a kapocs. Nem a mi sértődékeny énünk, hanem az a drága, szelíd, alázatos Úr és Király tud törni és szenvedni bennünk. Ez az az ok, amiért az ember egyszerűen nem tudja megfogni, lezarabolázni a nyelvét, mert az ember énje az érzékenyebb, mint az embernek a szeme. Próbáld megfogni a te szemedet. Nem tudod. Nem tudod, mert behunyod. Egyszerűen nem engeded. Ez érzékeny. A szem nagyon érzékeny. És még érzékenyebb az embernek a énje. Nagyon sokszor a hallgatóim úgy figyelnek rám, hogy hát ez a prédikátor csak nem rólam prédikál, pedig ő rólam prédikál. Ugye? Volt olyan ember, mikor Horvátországban prédikáltam, és akkor fölállt ez az ember, és azt mondja, hát nem szégyelitek magatokat. Hát ez ennek az prédikátornak minden bajomat, minden bűnömet elmondtatok, és azért hívtatok meg, hogy ez engem itt kiprédikálja. És akkor mondták neki, csendben légy, ez nem is tudja, hogy te itt van. De az a énje annyira megpiszkálódott, annyira meg volt bántva, hogy egyszerűen megszólalt, és meg volt sértődve. A prédikáció sértő módon érintette az ő szívét. És aztán később megértette, hogy a Szentlélek lássa az ő életét, lássa azt a indulatosságot, lássa azt a sértődékenységet, lássa azt, hogy milyen ő, és akkor a Szentlélek kiprédikáltatta őket. Azért, hogy ismerjen a tükörbe magára. Olyan jó nekünk tudni, ugye úgy látni, hogy ebbe a tükörbe ott van az a testvér, most annak a testvérnek prédikál, annak a testvérnek prédikál, és
Ez most, amiről most beszél, az még annak a testvérnek. De valaki megsértődik, mikor rájön, hogy ez a prédikátor, én rólam prédikálok. Sértővé válik az ember életében. Drága testvéreim, a nyelvünk az egyszerűen irányítsa a mi életünket. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, azt mondja Istennek drága igéje, hogy ki mit vet, azt fog aratni. A vetés, testvérek, ami szánkon keresztül történik, ugye? És ez a vetés, ki mit vet, azt arat. Hogyha te békességet vetsz, akkor békességet fogsz aratni. Ha piszkálódni fogsz a közösségbe, piszkálódni fogsz emberek között, akkor meg fognak téged is piszkálni. Ha irigykedni fogsz az embereknek, akkor az embereknek a irigysége téged is el fog érni. Ki mit vet, azt fog aratni. És én ezt látom, drága testvéreim, hogy az emberek erre nem jönnek rá. Nem veszik komolyan az ő saját beszédüket. Össze-vissza beszélnek. Egyszer így beszélnek, másodszor úgy beszélnek. De a beszédnek nagy hatása van, és elsősorban a saját életünknek a hajóját irányítsa, és ahogyan használjuk a mi nyelvünket a házas életbe, családi életbe, gyülekezeti életbe, társadalmi életbe, olyan zátonyba és olyan helyre és olyan célba hoz bennünket a nyelvünk. Nálunk Szlovákiában néha össze is szoknak veszni a házas felek. És akkor a férj és a feleség úgy viselkednek, hogy hát a kép erdő meg, de a nem működik a hang, ugye? És akkor mennek egymás mellett a házas felek, és nem szólnak egymáshoz, ugye? És akkor egyszer csak hát már megsokálják, és akkor azt mondja, hát ha nem piszkáltál volna, nem jött ki volna belőlem az, ami bennem volt. De mi jött ki belőle? Csak az, ami bennem volt. Hát te megpiszkálod azt a másikat, testvérem. Hát mi jött ki belőle? Csak az jöhet ki, ami benned van. Egyszerűen lássátok, az Úr Jézust megpiszkálták. Hányszor odajöttek az Úr Jézushoz, és mi jött ki? Nem baglyok repültek ki. Nem indulatosság. Amit mit mond a Filippi beliekhez írt levél? Azt mondja, olyan indulat legyen bennetek, mint Jézus Krisztusban volt. Ki elszenvedett, eltűr. Egyszerűen olyan indulat legyen bennetek. Ti nem vagytok indulatosak? Türelmesek, olyan aranyosak vagytok mindjárt, hogy én nem is tudom elképzelni, hogy valaki indulatos lenne. Tudjátok, a plébános javította a kerítést. És akkor szegezte ezeket a leceket, oda szegezte is. A kis Janika messziről úgy figyelmetgette. És akkor a plébános úr azt mondja neki, hogy Janika, tanulsz te is, ugye, hogy kell javítani, hogy kell a palángokat megjavítani, hogy kell oda szegezni a leceket, ugye. Tanulod, majd ha nagy leszel, de is ezt fogod csinálni. Azt mondja a plébános úr, nem azt nézem. És mit nézem, mit figyelsz olyan figyelmesen? És azt mondja, én azt várom majd a plébános, rávág az ujjára, és mit fog mondani? Tudjátok, testvérek, az, hogy kik vagyunk, az nem azt teszi, hogy milyen funkciónk van, nem is azt teszi, hogy én Isten szolgája vagyok, hanem, hogy mi jön ki belőlem egy olyan helyzetben, mikor valami megszorít, mikor valami ilyen szelek, ilyen nehézségek és ilyen nyomások alá kerülök, hogy egyszerűen mi jön ki belőlem. Azt tesz engem hozzá. Nem az én funkcióm, nem honnan fizetnek, az vagyok én, hanem mi jön ki. És tudjátok, emlékezzetek meg, hogy kik viselkedtek. Van itt valaki, aki már bevette a könyökit? Vagy a falba, vagy a ajtó tiltában. Akkor mit mondtatok? Ugye?
megütöttétek a könyököket, és megfogtátok, halleluja! Így volt? Nem. És akkor mi volt? Az! Ugye? Majdnem kijött az is, amit nem is gondoltuk, hogy bennünk van. Na lássátok, testvérek, ezek a helyzetek, ezek a nyomasztó helyzetek egyszerűen a kabast elindítják, és ezáltal megtudhassuk még, hol vagyunk, hol tartunk, hol van a mi életünknek a hajója. Lengyelországban voltam egy ilyen evangelizációs alkalomon, és elhelyeztek engem hotelbe. És akkor emeleten voltam, és már mentem Isten tiszteletre szolgálni, és akkor, mikor jöttem le a lépcsőkön, ott a lépcsők alatt egy nagy terem volt is, ott ültek a vendégek, és ahogy ránéztem a vendégekre, mindenkinek a feje odafordult én felé. És akkor még úgy megigazítottam a nyakkendőmet, de hát mindenki figyel, hát biztos jól nézek ki, másképp vagyok öltözve, mint ők, jó képű legyek, hát ne. És azt gondoltam, hogy én vagyok az a érdekes. De ahogy mentem, egyszer csak beváltam a fejemet a lépcsőbe. És akkor mondom, ó, Uram, most jöttem rá, hogy nekem fejem is van. Dicsőség Isten. Tudjátok, ezek az emberek nem azt figyelték, hogy milyen jó képű ember, vagy jó öltözött ember, hanem azt nézték, hogy meg-e figyelem, hogy ottan alacsonyabb van a lépcső, és hogy nem beverem a fejemet, és mindenki. Ugye? Nem túlságosan jó esik, mikor nektek itt egyszerűen agyalázkodás van, és valaki nevet rajta, ugye? És akkor kijött az, ami bennem volt. Hát az volt bennem, hogy hát Uram, most jöttem rá, hogy nekem fejem is volt. De nem bent tovább. Így van az emberekkel, testvérek, hogy az jön ki belőlünk, ami bennünk van. Az nyilatkozik, aki a szívünk trónját uralja. Ha mi énünk, akkor ha megpiszkálnak bennünket, az a én megszólal, és akkor repkednek ki a baglyok. De ha ott van az Úr Jézus, ami szívünk trónján, akkor nem fészkelnek bennünk a baglyok. Akkor Istennek drága szent lelke lakozik bennünk. És akkor Istennek drága indulata, Krisztus indulata van bennünk. És olyan indulat legyen bennetek, mint Krisztus Jézusban. Mert ha megvattok próbálva, ha egy nyomásban, ha egy nyomasztó helyzetbe jutok, akkor csak az fog kijönni belőletek, ami bennetek van. Hogy lehet, hogy az Úr Jézus Krisztus egyszerűen megtanít bennünket türelemre, béketűrésre, elhordozni a nyomásokat, a fájdalmakat, csalódásokat, keserűségeket, egyszerűen és nem keseredik el a mi szívünk, és megmaradunk. Azért, mert ő van a szívünk trónján. Ő nekünk az az első, és minden percben, minden helyzetben őre figyelünk. Testvérek, a szónak nagyon nagy hatalma van. A szónak olyan nagy hatalma van, hogy ahogyan használjuk a mi szánkat, a nyomások és a megpróbáltatások közepet olyan ízé készíti fel a mi életünknek a ízé. Ahogyan nyelved megszólal, ahogyan viszonyulsz, ahogyan te reagálod le a körülményeket, a nyomasztó körülményeket is, olyan életednek a ízét ki előidézi a te életedben. Egy alkalommal voltunk, jártunk a falvakon, és evangelizáltunk. És bejöttünk egy falucskában, talán olyan, mint ez a Tuzsér, nem volt az nagyobb falu. Kihirdettük a falusi mikrofonban, hogy lesz evangelizáció, és hogy fogjuk vetíteni az Úr Jézusnak a életét. És akkor vártuk, hogy eljönnek az emberek. Testvérek, és eljött az a óra, eljött az a pillanat,
találjátok, hány ember jött el abba a kultúrház helységbe. Egy sem. Üres maradt, és akkor az a testvér, aki már elkészítette azt a vetítőgépet is, azt mondja nekem, Sándor testvér, mi már láttuk ezt a filmet, most mit csináljuk? És láttam azt a kétségbeesést az én testvéremmel, és akkor Szentlélek nekem megemlített egy történetet a Bibliában, hogy ilyen üresség előtt, még üresebb helyen megállt Isten, és abban ürességben, ahol nem volt fül, nem volt ember, nem volt személy, szólt, és azt mondta, legyen. És mi történt? Lett. És ezt fölhozta, annyira elemül nekem a Szentlélek abban a helységben, és akkor megnyitottam a Mózes első könyvét, az első részét, kiálltam a üres helységbe, és annyira beteltött Istennek drága lelke, hogy elkezdtem sírni, az a testvér, az csodálkozott, nem tudta, hogy mi történt vele. Azt gondolta, hogy valami baj történt, hogy de annyira betöltött Istennek lelke, és azt mondom, Uram, én tudom, hogy milyen volt a te helyzeted, mikor te abba a ürességbe, abba a nincstelenségbe, ahol nem volt fül, ahol nem volt semmi, és egyszer ebbe a nincstelenségbe, ebbe a sötétségbe, ebbe a ürességbe beleszóltál, és azt mondtad, legyen világosság, és lett világosság. És akkor, Uram, én hiszem, hogy a te beszédednek, a te szavadnak hatalma van ma is. És akkor ebbe az üres helységbe, akkor hagy hangozzék a te szavad. Bár nincsenek itt fülek, amelyek hallanák, emberi fülek, de hagy hallják ez a terem, hogy Isten a teremtő, hogy Isten az alkotó, és hogy az ő szava nem változott meg. És akkor imádkoztam, megáldoztam azt az üres termet, leültem és mondom a testvérnek, engedd meg testvére. Hát engedelmeskedett, nem kért, úgy látom, hogy olyan félelem volt rajta, mit történt a Sándor testvérrel. Megengedte a masinát és elkezdte betíteni. Egyszer csak abban a kultúrházban megnyílt az ajtó, és jöttek be sorba az emberek. Foglalták a helyeket, minden helyet elfoglaltak, úgyhogy én nekem a földön kellett ülni, mert nem volt helyem. Betelt az egész helység. Nem értettem, hogy mi történt. És megfogtam egyik embert azok közül, és mondta, hát mondjátok meg, hogy történik a csoda. Hogy jutottatok ide? Hát, és akkor azt mondják, hogy a faluban van egy kerti, ilyen vendéglő, és az emberek egyszerűen ott ültek, és pihengettek délután, egy ilyen szombat délután volt, pihengettek ottan, és itták a üdítő italokat, és beszélgettek, és egyszer, akkor abban az időben, ahogy én imádkoztam, az egyik közülük azt mondja, hát ma akarják a Jézus filmet vetíteni a kultúrházban, valami evangelizáció, én ott akartam lenni. És fölállt, és ott akarta hagyni a többieket. És azt mondja, hova mész? Hát ez és ez van. Hát megyünk mind is. És testvérek, az egész kerti vendéglő, ami ott volt, minden ember fölállt, ott hagyták az egészet, és mindjárt átjöttek oda. Itt történnek a csodák. Ha mi hiszünk, ha hittel megvalljuk, ha elhiszük, hogy Istennek szava ugyanaz, olyan erővel és olyan hatalommal hat, az nem változott meg, csak attól függ, hogy mennyire mink hisszük ezt. Tudjátok, valaki azt mondta nekem prédikátorok között, tudod Sándor testvér, ez a fajta prédikáció és az a fajta evangelizáció, amit te végez, annak már lőttek. Ránéztem erre a testvérre, mondtam, a testvérem nem így van. Annak lőtek, aki így hiszi. Annak lőtek, aki így hiszi. Sajnos
az a testvér már ma nem prédikátor szolgálatba áll. Mert ott hagyta, mert nem látta értelmét az ige hirdetésnek. Nem látta az értéket. Egyszerűen ő már akármilyen mit tornázott volna, csak hogy hallgassák őket, de az nem abban rejlik, hogy milyeneket mondok, nem abban rejlik, mennyire érdekes vagyok. A Isten igének titka az hitbe és az engedelmességbe van ennek a titka. Hogyha én hiszek és engedelmeskedek. A Pál apostol Timóteushoz írt levélben azt mondja, akiknek hitnek a titka a tiszta lelkiismeretben van. Egyszerűen az a engedelmesség Jézus iránt, az a tiszta lelkiismeretet munkája bennünk, és a hitnek a titka azok életében működik, akik nem csak tudják, nem csak mondják, hanem akik cselekszik is. És így, drága testvéreim, megtapasztalhattam azt, hogy saját életemben egyszerűen hittel kimondtam dolgokat, megáldottam azt a üres termet, ahol nem volt egy hűl, csak az én Uramnak a hallása ott volt, és ő hallotta, és elindult egy munka, elindult valami, és oly annyira, hogy az én hitem olyan volt, el volt szégyenítve, hogy nekem földön kellett hátul ülni, és örömmel végigültem a földön azt a szolgálatot, és az emberek meg voltak érintve, Isten érintését tapasztalták. Hogy hiszünk? Gondoljátok, hogy az igének ige szenved inflációt? Azt gondoljátok, hogy az igének nincs értéke? Tudjátok, milyen ereje és hatalma van Isten igéjének az én életemben? Olyan erős az az ige, amit prédikálok és amit szolgálok, amennyire ható és erős az én életemre. Amennyire igaz, és amennyire az az ige megcselekszi, és hatalmat adok, hogy az én életembe erővel szolgáljon az én életembe. Azért sokszor erőtlenek a prédikáció, azért sokszor erőtlenek a szolgálatok, mert egyszerűen az a ige nem végezi el a szolgáló testvérnek, vagy szolgáló testvérnő életébe, nem ad neki teret az a szolgáló, hogy ez a ige ható legyen. De ha az én életemben ható, és igaz, és ámen az az ige, akkor megrázza azt a másikat is. Így van? Enélkül csak üres beszéd. Anélkül csak olyan, tudjátok, mint Jugoszláviában, volt Jugoszláviában, mostani Szerbiában jártam, és milliárdos pénzek voltak, ugye, és nem lehetett egy tojást rajta venni. Nagy szavak, nagy prédikációk, de nem volt neki értéke, nincs neki aranynak akar. És tudod, mi az az arany? Akarod, hogy a te életed aranynal legyen takarva? Akarod, hogy a te beszéded, a te szolgálatod aranynal legyen takarva? Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, védj tőlem, tűzben megpróbált aranyat. Védj, nem. Azt mondja, nem adok neked, nem ajándékozok neked, ezt meg fogod venni, ezt meg fogod vásárolni. Ennek az árát, ennek a tűzben megpróbált aranynak az árát, de meg fogod fizetni. Ez nem lesz ingyen. Ezt meg fogod fizetni. Vegyél tőle. Vegyél. Hogy kell lenni aranyt Jézustól? Tudjátok, hogyan? És ez az arany már meg van próbálva. Az Úr Jézus Krisztus tanít. És azt mondja, ha valaki megüt titeket, az egyik orcátokon, akkor segítsetek nekem el. Társd oda a másikat. Ez az ára az aranynak. De ez már tűzben megpróbál. Mit jelent az, hogy már tűzben meg van próbálva? Azt jelenti, hogy ez már Jézus Krisztuson meg volt próbálva. Őnek is adtak pofont, és ő is odatartotta. Értitek? Ez már megpróbáltalan. Ez már valami olyan, ami nem csak beszéd, nem csak kérés, nem csak igény Istentől, hanem ami valóság és igazságá vált. Amen. Amen.
És ezt meg lehet vásárolni. Milyen áron? Nem pénzzel, nem ezüsttel, de olyan áron, hogy te is kapsz egy pofont, és oda tartod te is a másik oldalt, és megvetted ezt az aranyat. Az arany azt jelenti, hogy Istennek drága igéje valósággá és igazsággá vált a te életedben. Ki akar ilyen aranyat? Ez arany. Akartok ilyen aranyat? Testvérek, ezért fizetni kell. Ezért fel kell vállalni. Itt, ha kapsz egy pofont, nem lehet fecsegni. Csendbe kell maradni. Krisztusi indulat kell ahhoz. Krisztusi lélek, hogy kell bennem lakozzon. Hogy ne az emberi indulatok, ne az emberi dühök, ne a indulatosság vegyen hatalmat rólam, hanem Krisztusnak drága szent lelke egyszerűen abban alázatban tartson meg. Uram, mert ezt én úgy érzem, hogy talán nem lesz elég, nem lesz elég, Uram, mert már majdnem... De adj erőt, hogy kibírjon. És utolsó pillérig kijön, mert te csendben maradsz, alázatban maradsz. Törésbe maradsz, mint a te mestered. Megfizetted ezt az arat. Csodálatos. Egyik nap kívülök az én udvaromba, és látom, hogy az autómnak a kapottája, érthető a motorház, egyszerűen föl van nyitva. Oda megyek a motorházhoz, a autómhoz magam. Hát én lecsuktam ezt az autót, tehát ez, hát mi történt? Hát valaki volt itt az autón, a udvarban, valaki itt kotorázott valamit. Fölnyitom ezt a motorházat, hát nincs ott a motor. Éjszaka kiszerelték az egész motromat. Ott állok, bámulom, csodálom, és azt mondom, Úr Jézus, nagyon érdekes. Tehát egész éjszaka nézted az én tolvaimat. Te nézted, hogy ezek szerelik a motrot, és még meg is áldottad. Mert sikerült nekik. Semmi nyomot nem hagytak ott maguk után. És tudjátok, ott éjszaka mindig járnak a rendőrök felé, és mondom, még meg is őrizted őket, hogy ne legyen baj. Hát Uram, te ennyire szereted az én tolvajaimat. Elvették az ingemet, ó Uram. Legyen tiéd a dicsőség. És imádkozok és könyörgök, Uram. Csak egyet kérek, könyörgök ezekért az én tolvajaimért, hogy Úr Jézus Krisztus, áld meg őket. Bocsásd meg nekik azt, amit cselekedtek. És kérlek, Úr Jézus Krisztus, ne haragudj rájuk. Mert tudom, hogy te szereted őket. Ó, tudom, Uram, bocsásd meg nekik. Megáldom ezeket a tolvajaimat. És jött az én barátom, jött a barátnőjével, és éppen ebben a helyzetben. És azt mondja, Sándor testvér, jöttünk meglátogatni téged. Mondom, éppen jókor. Hogy vagy? Hát mondom, úgy vagyok, éppen mondom, rájöttem, hogy az egész lovas istállomat ellopták a motorház alól. Elvitték a motromat. Néznek nagy szemekkel rám. És mondom, és én imádkozok az én tolvajaimért. Imádkozom, hogy áldja meg őket Isten. Imádkozok azért, hogy Istennek a kegyelme áradjon ki, hogy ne haragudjon rájuk. És úgy érzem, hogy nagyon szeretem ezeket az embereket, mert Isten is szereti, mert megőrizte, mert odaadta neki azt, amit ő adott nekem, ő nekik most odaadta. Ugye bolond ez a Barkóczi? Halleluja! Az akarok maradni. Krisztus bolondságával akarok, drága testvérek, megmarad, mert így tudom megvásárolni Jézustól az arany. Ez ennek a folytatása így volt. Ez a kislány olyan szemekkel nézett rám, ennek a testvéremnek a barátnője, hogy azt gondoltam, hogy kiesnek a szemei. Mondom, téged hogy hívnak? Azt mondja, Évének hívnak. És mondom, és te már befogadtad az Úr Jézus Krisztust a te szívedben. A testvér azt mondja, Sándor testvér, annyit már beszélek ennek Jézusról, hogy már a
nyelven ki van rojtozva, azt mondja, de valahogy nem akarja és nem tudja megérteni a hitnek dolgait is, és mindig egyszerűen valami baja van, valami gondja van ezzel is, és nem nézek is, mondom, Évike is, nem akarnád az Úr Jézus szívedbe fogadni? Elsírta magát, és azt mondja, igen. Rám nézett ez a barátja, rám nézett a mennyasszonyára, azt mondja, hát én annyit beszélek neki, hogy majd kiroltozik a nyelvem, ez még megkérdezi, hogy be akarja Jézus fogadni a szívébe, és rögtön be akar. Hát azt mondja, ezt már végtelen nem érte. És akkor behívtam őket, befogadta a szívébe ez a Évi, az Úr Jézus az ő szívébe, és átadta egész életét, sírva, zokogva átadta az ő életét. Két hét múlva, amikor meglátogattak, akkor azt mondja nekem, tudod, Sárga testvér, hogy miért annyira kész volt az én szívem? Megmondom neked. Mikor azt mondtad, hogy ellopták a motrot a te autódból, rögtön a fejembe átrepült egy olyan gondolat. Na most fogom az én barátomnak elmondani, látod, milyenek a papuk, látod, milyenek Istennek szolgál, milyen anyagiasak, most fog, mennyire fog panaszkodni, hogy fog mostan panaszkodni, még talán a jó Istent is fogja majd vádolni azért, hogy ezt megengedte. Na most lesz egy jó nagy tromfon, jó nagy érvem a kezembe, csak mond, prédikátor, csak mond. És hallgassa, és nem a panasz, hanem valami más jött ki a számára. Imádkozok az én tolvajaimért. Imádkozok azokért, akik elvették az én ingemet. Imádkozok és áldom őket. És azt mondja, mikor ezt hallottam, minden érvem kiesett a kezemből. És azt mondja, ilyen hitre vágyom. Ilyen Jézussal való kapcsolatra vágyom. És akkor a Sándor testvér megkérdezte, akarod Jézus szívedbe fogadni? És kész volt a szívem. Igen, ezt akarom. Én aranyat akarom. Én akarok látni aranyat. Akarom látni, hogy Jézusnak a szava valakinek van életében. Igaz és ámen. Én ezt akarom látni. Ezt vágyom, ezt követelem. És így átadta életét az Úr Jézusnak. Milyen csodálatos az, mikor ilyen áron is az Úr Jézus megment lelkeket. Ha ez nem történt volna meg, ha ez a motor nem nincs elvéve, és nem így reagálom le a dolgokat, akkor lehet, hogy mai napig is ez a személy még kételkedne Istennek szeretetéről és jóságáról. De ő már az Úr Jézusé. Dicsőség Istennek. Testvérek, megérte. Ezt a egy lelket csodálatosan megérte. És hálás vagyok Istennek, hogy ezen az áron is megérte. Csak én nem ezért imádkoztam, hanem én azért imádkoztam, ez ráadás volt. Először adta Isten a ráadást, és aztán megmutatta, hogy meghallgassa az én imámat is. Mert én azért imádkoztam, hogy Uram, áld meg az én lopóimat, áld meg azokat, akik elvették az én motromat, és kérlek, ne haragudj rájuk, és hadd tudjanak megtérni, hadd tudják átadni életüket neked. És jött két férfi hozzám, és azt mondja nekem, hogy Barkóczi úr, nem adja nekünk azt az autót, ami ott van az úrval. Hú, mondom, hát hogy jöttetek ti erre? Autót, hogy én osztogatnál, hogy hát hogy jöttetek ti erre? És mikor látták, hogy hát úgy nem hajlok rögtön erre, azt mondja, úgyis nincs benne motor. Ó, mondom, aha, most már értem. Mondom, elvittétek a inget, most akarjátok a kabátot is, ugye? Úgy megijedtek, és mondom nekik, jól van. Ezt mondja az Úr Jézus. Ha valaki elviszi a ti alsótokat, adjátok oda a fülsőt is. Elvittétek a motrot, vigyétek el a kabátot is, vigyétek el az autót. Kinyitottam a nagykaput, és már tolták is el az autót. És mikor már félig meddig kim volt az autó, mondom, várjátok, ez nem lesz olyan ingyen. Ők megijedtek, hogy fog kell lenni fizetni. Ez nem lesz olyan ingyen.
És akkor azt mondom, mibe fog kerülni? Mondom, ebbe fog kerülni, hogy ma este Marcelházán, az egy falu, ott a Komárom mellettől, Marcelházán evangelizációt fogok tartani. Gyertek el oda, hallgassátok meg Istennek igényét, és ha úgy gondoljátok, hozzátok el a ti családaidokat, hallgassátok meg Istennek igényét. Ez a fizetés. Hú, hát ennyit megteszünk, persze, hogy ott leszünk, eljövünk. Testvérek, mikor leszállt a Szentlélek arra a gyülekezetre, ezek az emberek úgy sírtak a bűnei felett. A családtagok, a gyerekek, egyszerűen sírtak és átadták mind ettől egyik, átadták életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Megérte? Arany! Dicsőség Isten! Halleluja! Testvérek, aranyat nem ad ingyen Jézus Krisztus, azt mondja, megveszed. Most ebben az esetben az autónak a ára volt az a arany, amit ott letett az Úr neked. Dicsőség Istennek! De azt mondja, adok neked tanácsot, vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat. Kész vagy megfizetni? Kész vagy annak a árát, annak a mennyei aranynak, ahol nem mennek be a lopok, ahol nem mennek be a tolvajok, a molyok és a rozsda nem emész. Kész vagy oda letenni a te értékeidet. Fizesd meg! Erre nem kell pénz, arra nem kell ez vagy az, hanem krisztusi karakter, egy krisztusi gondolkodás és egy krisztusi élet kell erre. Tudjátok, milyen volt az én száj íze? Milyen volt az én életem íze? Mert másképp is mondhattam volna. Másképp is azon a hajón a kormány, másfele is ír. Megyünk a rendőrséggel, megyünk ide, megyünk oda, és elkezdettem volna kutatni. Lehet, hogy valamit kikutattam volna. De testvérek, ilyen lett volna a száj íze. Ilyen boldogság, ilyen boldog lettem volna. Ilyen hatalmas bizonság lett volna az életemben. Ilyen öröm töltötte volna el az én életemet, hogy ott a mennyben le van rakva egy arany, egy olyan drága valami. Testvérek, nem. A nyelv hatalmában van a halál és az élet is. Hogy használ? Gyerünk haza most. Gyerünk a Barkócinéktól, gyerünk a Komárnóból, gyerünk Tuzsérra, gyerünk Nyíregyházára. Gyerünk a te otthonodba. Hogy használod otthon a te nyelvedet? Jó vasárnapi edvény volt, ugye? Ma. És az édesanyja azt mondja a kislánynak: kislányom, takarítsd le az asztalt, megyünk délután imaházba, megyünk délután a gyülekezetbe, takarítsd le az asztalt és mosogasd meg az edény. Melyik kislány nagyon szeret mosogatni? Van itt olyan kislány? Emeld fel a kezedet. Valahogy nem, nincsenek itt kezek. Na, lássátok, ez a kislány is egyszerűen nem túlságosan boldog volt, hogy hát megint én, azt mondja. És akkor fogja az edényt és mosogassa. Mosogassa az edényt, de az eszem nincs ottan, mert hát ha annyira szeretettel, örömmel csinálna, akkor ott lenne az esze. De az ő esze ott van, hogy hát mi lesz majd délután, hova megyek, mi lesz. És akkor csinálja, mert csinálni kell. Egyszer csak kicsúszik a tányér a kézből. Dur, törés, hangoskodás, ugye? Kiszalad a édesanyja, azt mondja: hát te, együgy, mit csináltál? Az utolsó tálamat abból a készletből, amit házasságkötés alkalommal kaptam, de már utolsó tálamat széttörted,
Hát minden ég a te kezed feled, menjen innen, mert minden csak rontasz, minden csak tönkreteszel, majd én megcsinálom, eredj innen! Magyarországon ilyen nincs, nem ismerős, ugye? Van ilyen is, itt is? Akkor jó helyen van. És akkor a szegény kislány egyszerűen igaz az, hogy nem volt ott az eszed, igaz az, hogy nem túlságosan örömmel csinálta, de az édesanyja az ő nyelvével egyszerűen leteremtette. És még ahogy megy a kislány el, azt mondja, nem lesz belőle soha jó gazdaszony, minden tönkre meg a te kezed alatt. És teljes, tökéletes átokkal távozik a kislány. És mikor jön a férfi, jön a fiatal ember, és feleségül akarja menni, és nem mer menni házasságba, mert egyszerűen hát minden ég, azt mondja édesanyám, hogy minden megég a kezem alatt, minden tönkre, mert minden csak rontok, hát hogyan én, és azt mondta, nem lesz belőlem soha jó gazdasszony, hát hogy menjek én férhez, hát milyen feleség én leszek, nem mer menni. És végül is, mikor a fiatal embernek sikerül, hogy rászedni, és feleségül veszi, és akkor főzi, és süt, és akkor odasül neki még a szakácskönyv is. Mert megátkozta az ő édesanyját. Egyszerűen olyat mondott az édesanyja, hogy egyszerűen megkötözi őt, szinte bele kényszeríti, mint egy kormány, mint egy valami, mint az a kormány ott a hajón, az a nyellecske, egyszerűen megint csak ott köt ki, hogy odasült a rántás. Állítsuk, nem jó film, ugye? Nem, ezt gyerünk vissza, hajtsuk vissza az egészet. Kezdjük elő. Drága kislányom, mosogasd meg a tálat. Olyan jó ebédünk volt ma, és mostan mosd meg az ebént, és takarítsd le az asztalról. És hát melyik kislány nagy örömmel csinálja, megy, nincs ott túlságosan az esze, de csinálja, mert az édesanyja ezt akarja. És hát jó, esik, amit megtanulok fiatalkoromban, majd később ez nekem minden javamra lesz. De nincs ott teljesen az ő értelme, egyszerűen kicsúszik a tányér, széttörik a tányér, beszalad az édesmama. És mostan másképp kezd beszélni. És azt mondja, lássa, hogy a kislány megijedve, egyszerűen fél attól is, hogy mit szól a mama, attól is, hogy most hogyan rendezi ezt az egész ügyet, dolgot. És azt mondja, édesanyám, nevé kislányom, igaz, hogy a utolsó tál az én készletemből, de tudod, a többit mind én töltem össze. És látod, mégis jó gazdasszony lett belőlem. Te belőled is lesz jó gazdasszony, csak máskor jobban figyelj oda, és szeresd azt a munkát. Ott legyen az te értelmed. Mert én áldott gazdasszony leszel, jó feleség leszel, jó gazdasszony leszel. Figyeljétek azt a kormányt. Egyszerűen a kislány, mikor kirepül a házból, akkor a anyuka azt mondta, hogy én belőlem jó gazdasszony lesz, hogy Isten meg fog állni, csak figyelmes legyek, és figyelmesen akar hallgatni, akar tanulni, odafigyel és csinálja a dolgot, és nagyon jó gazdasszony lesz belőle. Lássátok? Nagyon érdekes. Nálunk, a mi családunkban sok-sok évvel ezelőtt történt. De ennek a történetnek folytatása van mind a mai napig. Az én kisfiam még rajta volt a pampers a fenekén. Oda jött hozzám, és hozza az én irodámból, tudjátok, a drága A4-es formátú papírost, és talált ott a irodámban valami ceruzát, és össze-vissza csinálta, tudjátok. És oda jött hozzám, papa, ezt neked rajzoltam, papa, alig tudta elmondani, ugye, neked rajzoltam, ilyen nagy szemekkel, olyan várakozó szemekkel, hogy mit mondok én. Ránéztem, forgattam össze-vissza,
Tudom, nagyon helyes. De nagyon csodálatos művész lesz belőle. Fogtam ezt a kisgyermeket, megsimogattam, megáldottam. Te olyan gyönyörű képeket fogsz rajzolni, hogy még a Szlovák Nemzeti Galéria is egyszerűen majd meg fogja vásárolni a te képeidet. Áldott festő leszel, áldott gyermek leszel, annyira tetszik, gyönyörű valami. És akkor a kisfiú szaladt az irodába, és ameddig a 500 lapból még volt valami, addig járt. A feleségem mikor látta, azt mondja, apuka, apuka, hát nem drága mulatság ez? Hát ez drága dolog, hát fogtam a üres papírt, fogtam a összefirkált papírt, és a összefirkálra azt mondtam, drága anyukám, ez egy drága papír, és ez a üres értéktelen. Azt mondja, jól van, apuka, te tudod. Te tudod, mit mondsz, én rád bízom. És jött a többi, következő 500, ugye? Hát így csomagolják. És akkor hordta a kisfiam, de már lehetett látni, hogy ez már bácsi vagy néni, és ez már szekrény, ez egy autó, ez itt a napocska, ez itt a virágocskák, és mentek a papírok, és hordta, és csak a végső eredményt mondom el nektek. Ma az én 28 éves fiam fejezi be a olajfestő egyetemet Szlovákiában. És a Szlovák Nemzeti Galéria egy egész festmény sorozatot már megvásárolt tőle, mint diáktól. A nyelv hatalmában van az élet és a halál. Próbáljuk ezt másképp. Átlítsuk le ezt a filmet, térjünk vissza. Hozza az én kisfiam, hozza az ő festmény, vagyis az ő firkálását. Oda hozza hozzám, és akkor azokkal a vágyakozó szemekkel, hogy a papa elismerje azt a csodálatos munkát, amit ő végzett ezen a papíron. És akkor én ránézek, mit csinálsz? Azt az én drága papíromat tönkretezed, te csak rontasz, ez mi ez? Ennek se feje, se farka, egyszerűen ez semmi, ez csak egy papírrontás, egy anyag. Anyagi dolgoknak a tönkretevése. És a kisfiú elment szomorúba, elment csalódva, nem tetszett a papának. És akkor utálja még a ceruzát is, utálja még a tollat is, utálja még a festéket is kezébe venni valaha is. Egyszerűen meg van átkozva. Testvérek, milyen csodálat. Beszélek, négy fiam van, mindegyikről beszélhetni. De most a legfiatalabbról fogok beszélni, mert sokáig tartom az Isten tisztelet. A kis Tomi, 11 éves gyerek. Az is, pampersz volt a fenekén, föl volt nyitva a zongora, és ő fölfedezte, hogy ottan van valami billentyű, fölágaskodott, és akkor ez volt az első. Pink! Oda szaladtam, olyan ilyet szemekkel nézett rám, megsimogattam, és azt mondtam neki, áldott kisfiú vagy te. Isten nagyon megállt téged, te zongoraművész leszel, te fogod alkotni a zenét, és te úgy fogsz játszani a zongorán, hogy mindenki fogja csodálni, és nem fogja tudni megérteni, hogy milyen értelemmel, milyen áldással téged megáldott Isten, és megsimogattam. És azok a szemek elkezdtek ragyogni, és akkor járt oda, és pink, 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 és... De időként szépen ment lefele a zongora. Nem tudom, mi történt, de valahogy úgy mindig lejjebb, ő még följebb. És 5 éves korában azt mondja, apuka,
Tudnál engem művésziskolára, alapművésziskolára jelen, szeretnék jelentkezni? Mondom, gyere kisfiam, olyan kicsi volt, mint a dugó. Vittem magamat, és ott volt a komisszió. Mikor meglátták ezt a kisgyereket, akkor így összetette az a valaki, akinek ez ügye volt, a komisszió előtt így a kezét, és azt mondta, ó, te drága kisfiú, eljöttél, hogy valamit énekel nekünk? Az én kisfiam azt mondja, nem. És eljöttél valamit ritmusba, úgy valamit eljátszani nekünk? Azt mondja, nem. És szeretnél valamit énekelni nekünk? Nem. Hát mondd el, miért jöttél el ide? Szeretnék játszani zongorán. Játszani? Hú, hát bocsáss meg, én elfoglaltam neked a helyet. Hát ülj le a zongorán, hát játsszál valami. És a 5 éves kisfiam elkezdte játszani az éneket. És aztán elkezdte így, értitek? Még keresztbe tette a kezét, és másik oldalon is így játszotta. És ezek az emberek egyszer majd kiesett a szemük, és azt mondja, hát Tomika, te már föl vagy véve, hát ez egy csodálatos élmény volt számunkra ezt látni, hallani. És 4 hónap múlva, vagyis karácsony előtt első koncertje volt, és ez a gyermek 2 kötelező költeményt eljátszott, és 2 saját költeményét, saját zenéjét eljátszotta. Ott az elején, mikor először megütötte a billentyűt, akkor a nyelv hatalmába volt az áldás. És ma olyan zenét, és olyan gyönyörűen játszik, és olyan könnyedén, ott szinte így járnak az ujjai a zongorán, és egyszerűen egy csodálatos áldás fekszik ennek a gyermeknek a kezé. Nem jöttem dicsekedni. Jöttem bizonságot tenni nektek, hogy a nyelv hatalmában van az áldás és az átok is. A te nyelveddel, drága édesanya, drága édesapa, a te nyelveddel megáldhatod a te gyermekeidet, és a te nyelveddel meg átkozhatod a te gyermekeidet. A te nyelveddel a te feleségedet fölépítheted, a te nyelveddel a te feleségedet leépítheted. A te nyelveddel, drága feleség, tönkreteheted a férjednek a szolgálatát, vagy az ő igyekezetét, és a te nyelveddel támogathatod, és erősítheted a te férjedet. Ki hogyan szeret ezzel a nyelvvel élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tudod, milyen a te szádízed? Tudod, hogy hol van a te családi életed? Hol van a te házas életed? Hol vannak a te kapcsolataid? Baráti, házas, gyermek, szülő kapcsolataid? Úgy, ahogy használtad a te nyelvedet. Pontosan. Figyeljétek meg! Az Úr Jézus egy biztos helyre, egy biztos célra. Ő elejétől fogva tudta, hogy ő keresztre megy. Ő elejétől fogva tudta, hogy mi az Isten akarata az ő életében. És egyszerűen ő előre meg is mondta. És pontosan az ő nyelvével, és az ő, ahogy használta az ő nyelvét, és ahogy szólt a beszédét, pontosan egy pontos célba, úgy, mint pontosan egy csíkra kiszámított helyre bekormányozta az ő életét. Hogy használod te a te nyelvedet? Azt mondod, viharok van. Hogy használod? Hogy lehet? Hát azért vagyok ott, mert viharok vannak. De Jakab azt mondja, nem azért vagy ott, hogy viharok vannak, nem azért vagy ott, hogy nyomások alatt vagy, nem azért vagy ott, hogy ilyen körülmények, ilyen férjed, ilyen feleséged, ilyen családba, ilyen körülmények között élsz, nem azért vagy ott. Tudod, miért vagy ott?
ahogy ezekben a körülményekben úgy használtad a nyelvedet, és a te nyelved oda biztonságos, biztos helyre juttatod, ahol vagy. Nem én mondom ezt az igen mondtát. Hogy használod, drága férfi testvérem? Testvérem, mostan adunk a férfiaknak, jó? Drága testvérem, férfi testvérem, hogy használod a te nyelvet? Még hozzá se ültél a vasárnapi ebédhez, még meg se kóstoltad a levest, már van megjegyzésed. Hát ez ebben a levesben nincs is tészta. És még meg se kóstoltad, azt mondod, hát még biztos só sincs benne elég. Ugye? És megeszed, belaksz, egy jó nagyobb büffensz, és aztán azt gondolod, hát ez szent kötelessége volt az én feleségemnek megtenni, ugye? És még azt mondod, másik alkalommal lehetne, hogy egy kis húsikó is húzhatna benne a levesbe. Ugye? Lekritizálod a drága feleségedet. Testvérem, nem elég a jó vasárnapi ebéd után egy jó nagyot büffenni, hanem a te feleségednek meg kellene köszönni. Drága feleség, köszönöm a te fáradtságot. Köszönöm, hogy egy ilyen drága jó leves, ilyen drága jó ételt készítettél. Ha rajtam múlt volna, ma is csak rádok rajtam, vagy te a pogácsával. De te olyan finomokat tudsz főzni, de olyan áldott kezeid vannak, drága feleség, szeretlek, légy erős. Áldjon meg téged Isten, és ne fáradj el, becsülöm a te szolgálatot. Szeretlek nagyon, ó, áldja meg kezeidet Isten, és adjon sok erőt, hogy még sok levest, sok vasárnapi ebédet tudjál még készíteni. Mely feleség nem örömmel csinálná? Mondd meg veled, testvérem. Örömmel csinálod, ugye? Mikor látod, hogy ott van a hála, ott van a köszönet, ott van a szeretet, ott van, hogy egyszerűen meg van becsülve a te munkád. De ha mindig le van morogva, mindig valami hiányzik, egyszer a só, egyszer a tészta, másodszor a hús nem úszik benne, egyszerűen, ha már minden úszik benne, akkor már ki is hűlt a leves, mindig csak a baj, mindig csak a hiány keresett rajta. Egyszer belefárad a te drága feleségedbe. És azt mondja, van ennek az egésznek értelme? Reggeltől estig megfőzök, megsütök, bepakolják, és csak a piszkos edények maradnak megéken. És se a hála, se a tisztelet, se értelmét az egésznek nem látom. Belefáradt. Mert nincs. Tudod, ha ott lenne a te szádba az a kis kormány, amely fölépíteni, amely biztatná, erősítené a te feleségedet, akkor olyan lakomát, olyan pörköltetek csinálna, és olyan dolgokat, meg is ennél. Ugye? Finom lenne. De majd máskor csak rántottát fogsz kapni. Mert nem becsülöd azt sem, ami van. Vagy téján pogácsa. Adtunk azoknak a testvéreknek, ugye testvérnek? Na jól mostan, drága férfi testvérek, próbálunk szólni a mi testvérnek felé. Jó, elviselitek testvérnek? Nem lesz az, hogy már Barkóczi Tuzsira nem hívjuk, mert kiosztod bennünket. Nem. Drága testvéreim, drága testvérnek, a te férjed munkához. A te férjed biztosítsa a családnak a jólétét. Fáradozik, kopik, egyszerűen munkában van, és arról gondoskodik, hogy meglegyen a mindennapi kenyere a családnak. Mennyire értékeled ezt?
Mennyire hálás vagy te Istennek azért, hogy egy egészséges férjet adod? Hogy nem egy talán tolókocsin valakit, azok is nagyon értékesek, nagyon drága férfiak maga küldetésükbe. De tudod, hogy egyszerűen szükség van a családnak, hogy egy egészséges apa legyen a családban, aki bírja, aki viszi a terhet, aki harcol, aki küzd, és építi a családot, építi a Isten országát. Mennyire te hálás vagy a te férjedért? Nem vagy te is olyan, hogy nézd meg a szomszédot. Hát, milyen szép házat épített. Még kőműveseket sem láttam ottan. Mindent maga csinál. Fölépítette a szomszéd a házat. Maga be is vakolta. Ki is rakta ezekkel, ahogy mondják. Csempékkel, ugye. És mindent megcsinál. Lásd, milyen ügyes. Te egy szeget nem tudsz belemerni a falba. Ha kezded verni, az is elgördül. Azt mondja. Hát milyen férfi vagy te? Lehet, hogy a te férjed nem tud szeget belemerni a falba, lehet, hogy nem tud vakolni, lehet, hogy nem tud ilyen munkákat, de lehet, hogy valami más tud. Lehet, hogy szerető, hű szíve van. Lehet, hogy van neki tehetsége, hogy másképp egyszerűen tudja megnyerni a család javait és család áldását. Meg tudod, drága testvérnök, becsülni azt, amit adott neked Isten? Vagy mindig a szomszédban nézel, ott mennek a dolgok. Nálunk minden egyszerűen, minden tönkre megy. Hogyan becsüld meg azt, amit van? Tudod, lehet, hogy a te férjed belefárad, lehet, hogy a te férjed elveszíti a harcnak is, az életküzdelmének értelmét, föladja, és akkor az a helyzet téged teljesen tönkretesz. Nem. Dicsérd meg, ha valami szépet, valamit jót látsz, hogy valamit megtett, akkor menj hozzá és mondd meg neki. Nagyon ügyes vagy. Nagyon áldott vagy. Megáldotta Isten a te kezedet. Köszönöm Istennek, hogy ilyen szívű férfi, ilyen szívű férjem van. Áldjon meg téged Isten. És gyarabítsa a te ügyességedet, a te tudásodat, a te lehetőségeidet. Látod, nem minden, hogy használjuk a mi nyelvünket. Drága férfiak, drága testvérnek, nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz, akik mellettünk van. A mi nyelvünkkel fölépíthetjük a mi környezetünket, és a mi nyelvünkkel tönkretehessük. A mi nyelvünket buzdíthatjuk az embereket. És a mi nyelvünket letiporhassuk, és depresszióba sűthessük az embereket. Hogy használod a te nyelved? Hogyan élsz? Élet van a te nyelveden, vagy a halál? A építés, vagy rombolás van a te nyelveden? Ki hogy ezzel él, ki hogy használja a nyelvét, úgy ezi az életének gyümölcsét. Az én életemben is, mikor én elmondok nektek most egy történetet, amely teljesen ezt a titkot, amit elmondtam nektek, ez egy életnek csodálatos titka, mikor én ezt a történetet elolvastam, elsírtam magamat, és zokogva sírtam. Nem is tudtam lecsendesedni. Egyszerűen annyira kinyílt előttem az én életem, és annyira megláttam, hogy milyen haszontalan az én nyelvem, hogy mennyire romboló az én nyelvem, az én családi életemben, a Zsuzsánál, a drága feleségemmel való kapcsolatban, hogy ott sírtam, és nem bírtam fölállni az helyemről, csak sírtam, és remegtem, és sírtam, és azt mondom, Uram, légy kegyelmes nekem, bűnös. Mindent elrontottam, amit csak elrontani lehetett. Elrontottam a gyülekezeti életben, elrontottam a baráti köreim között, elrontottam mindent tönkretettem.
Tudjátok, mikor ezt megmutatta nekem Isten, akkor azt láttam, hogy az én nyelvem egy romboló valami volt, ami tönkretette az én környezetemet, és tönkretette az én kapcsolatomat az én drága feleségemmel. És sírtam, és nem is volt bennem erő. És könyörögtem. Uram, én másképp akarok. Én ettől a pillanattól akarok építeni. Én ettől a pillanattól egy jobb célba, egy jobb zátonyba, egy jobb helyre akarok megállni. Bocsáss meg, Úr Jézus! Bocsáss meg, hogy ott van az én sértődéken ének. Bocsáss meg, hogy ott van az a kapocs, ami mindig megenged, mikor engem megbántanak, akkor elszáll az én nyelvem, és egyszerűen aztán gondolkozok, mit mondtam. Nem tudok előre gondolkozni, és aztán beszélni, de ha megérintik az én énemet, először beszélek, és aztán gondolkozok. Bocsáss meg. Úr Jézus, megfeszítem azt a sértődéken büszke, gonosz énemet. Megfeszítem, keresztre feszítem, és nem élek többé én. Élj bennem te, Jézus! Foglald el az én szívemnek trónját, és légy az én Uram, az én megváltom. Légy az, aki miatt nyitom meg a számat, vagy csukva tartom. Te légy ennek a oka, ne az én énem. Elmondom nektek azt a történetet, ami fölnyitotta az én szememet. Volt egy világi házaspár. Nem ismerték az Úr Jézus. Nem voltak soha ilyen prédikáción, mint ma, ti ma itt. Nem hallották Istennek üzenetét, nem értették a nyelvük, nem hallották, hogy a nyelv hatalmában van az élet és a halál. Nem értették, hogy milyen nagy kincset kaptunk Istentől, hogy milyen hatalmas építő eszközt kaptunk a mi szánkba, hogy mindenki csodálatos dolgot építhet, hogy megállhassa a másokat, és vethet áldást, hogy áldást örököljön. Nem értették, és soha nem hallották. És ezért élték a mindennapi életüket. Isten nélkül, Jézus nélkül, világosság nélkül. És a férfi és a nőnek voltak gyermekei. És a nő mindig nyugtalan volt. Apám, ez se sikerült, ez se jól csináltad, azt is másképp kellett csinálni. Ez se nem jó, az se nem jó, hát mit csinálsz megint? Hát te ügyefogyod, hát ez egyszerűen mindig csak a nyugtalanság. És mikor ez így ment minden nap, ez a férfi beelégedett, betelt ezzel a sok morgással, nyugtalansággal. És azt mondja, mint hitetlen állapotú ember, azt mondja a feleségének, tudod mi, elmegyek én hetes munkákra. És elég lesz nekem szombat-vasárnap hallgatni ezeket a dumákat. És elment hetes munkákra. És a nő az nagyon bühösködött, azt mondja, gazember. Ez egyszerűen csak szökik, csak menne, csak, hát és nem látta, hogy mit csinál az ő nyelvére. És a férfi hazajött, és a nő egész héten szedte magába a keserűséget. Egész héten az, hogy hazajön szombaton, akkor ezt is megmondom neki, azt is megmondom, ezt is fejére borítom, ezzel is leforrázom. Hát tudja, hogy milyen nő, ugye? És ez megint így ment egy darabig, és a férfi megint beelégedett, és azt mondja, egyszerűen kibírhatatlan. És elment, és nem jelentkezett többé. Járt ez a nő a városba, mindenütt panaszkodott, mindenkinek elmondta a panaszát, mindenki igazat adott neki, de senki nem segített rajta, mert nem kapott világosságot. Azt mondta, ilyen az én férjem, olyan az én férjem. De egyszerűen azt mondták, igazad van, ilyen, de nem segített rajta senki. Egyszer csak ment
el egy ilyen gyülekezet mellett. Hallotta, csodálatos éneket hangzottak ott. Olyan gyönyörű éneket hangzottak, mint hogyha angyalok énekelnének ott. Úgy, mint ma is. Mikor énekeltük, hogy az Úr csodásan működik. De útja rejtve van, ugye milyen csodálatos énekez is. És akkor hallotta ezt a gyönyörű, ilyen gyönyörű éneket, és azt mondja, itt biztos olyan békesség árad. De betérek ebbe a közösségbe. Mit csinálnak? Kik ezek? Angyalok itt énekelnek. Kik ezek az emberek, akik így dicsőítik Isten? Betért abba a közösségbe. És a prédikátor kijött, és felolvasta Péter levelét, és azt mondja, hogy azért vattok elhivatva, hogy áldatok, hogyha áldatok, akkor áldást is fogtok örökölni, mert ki fog mit vetni, azt fog aratni. És ha te áldást akarsz aratni, akkor neked áldást kell vetni. Te nem vethetsz átkot, és aztán áldást örökölsz. Ilyen nincs, ki mit vet, azt fog aratni. És azt mondja a prédikátor, tudod, miért annyi átok van a te életeden? Mert egész életedben csak átkoztál, és nem áldottál. De most is még nincs késő. Most is még megtérésnek a ideje van. Szállj magadba, tér meg, és kezd áldani. Változtasd meg! Ültesd le azt a sértődékeny énedet, azt a igényes énedet a szívedből, és ültesd oda Jézus királyá és úrrá tett a te életedbe. És Jézus Krisztus megállt tégedet. És az a nő ráébred, hogy ő annak az oka, hogy miért van és hol van az ő házassága, hol van az ő kapcsolata. És elkezdett sírni, és átadta életét Jézusnak. És mondja a prédikátornak, mit csináljak? Elment a férjem tőle, ott hagyott engem. Mit csináljak? És azt mondja a prédikátor, hát most már áldőtet, ott van egy új valaki, ott van a te szíved trónján. Már nem a te értődéked éned, már ott van Jézus a te szíved trónján. Most már áldőtet, azt mondja, áldalám, csak hol van? Áldalán azt se tudom, hogy jobbra vagy balra ment, vagy 100 kilométerre, vagy 1000 kilométerre van, azt se tudom, hol van, hogy áldam őt. És azt mondja neki a prédikátor, de az Úr Jézus tudja, hogy hol van. És mondd meg az Úr Jézusnak, Uram, én nem tudom, hol van az én férjem, de vidd el az én áldásomat. És mondd meg neki, hogy áldom őt. És áldotta az ő. Áldotta az ő imáiban minden nap. És az Úr Jézus munkálkodott az ő férje szívében. És egyszer csak az a fér megszólalt. És írt egy olyan levelet, hogy nem túlságos kedves volt, és azt mondja, asszony, szeretném meglátni az én gyerekeimet. Arról, hogy az asszony szeretné látni, szó sem volt. Csak az volt, hogy a gyerekeimet szeretném látni. Ha meg engeded ezt, akkor is, akkor eljövök, és ha ezt megengeded, erre címre írjál egy levelet. És akkor írt levelet. És ha írja, drága férjem, tudom, hogy tele van a szíved keserűséggel, fájdalommal, csalódással, sebekkel. Tudom, hogy a keserűség legyőzte a te szívedet, érzelmeidet. És ennek mindennek az oka én vagyok. Ha még tudsz megbocsájtani. Bocsáss meg nekem. De láthatod a te gyermekeid. Áldalak, mert egy férfi vagy, akit Isten megáldott ilyen drága gyermekekkel. Gyere és lásd a te gyerekeid. A férfi olvassa ezt a levelet. Azt mondja, ez az asszony vagy megbolondult, vagy csoda történt. Hát most már nem csak a gyerekekre vagyok kíváncsi, én most már akarom látni azt az asszonyt is. Mi van ott? És hazajött az a férj, és egyetlen szemrehányás nélkül befogadta, és azt mondja, gyere.
Itt vannak a gyerekek, várnak már tégedet. Légy boldog, férfi, légy áldott férfi. Azt mondja, mi történt? Mi történt? Mondd el, mi történt? Azt mondja, átadtam szívemet az Úr Jézusnak. És már ne, a szívem trónján nem az én érzékeny énemről, hanem ott van Úr Jézus, és én szeretnék áldást örökölni, ezért légy áldott, drága férjünk. Hogy történt? Hogy fogadhatnám én is életembe Jézus? Én is akarnám befogadni, mert benne csodálatos békesség van. Én is akarom ezt megnyerni. És akkor segítek neki, hogy az Úr Jézus szívébe fogadta. És ez a férj soha többé elmenne a családjától. Visszatér. Mert ez az asszony elkezdte áldani. Nem a átok. Ameddig átok volt az ő ajkán, ameddig a negatív, az rossz dolgok, az elégedetlenséges és keserűségek jöttek ki az ő száján, addig mindig rosszabb és mélyebb és keserűbb volt az ő élete. És végül örökölte az átkot, de ő elkezdte áldani. Mert Jézus Krisztusban soha még nem késő. Még most is elkezdheted, még most is szíved trónjára hívhatod Jézust. Még most is úrrá és királlyá teheted a te életedbe. Még most is azt a bonyolult és nehéz életednek vagy családi helyzetedet ő meggyógyíthassa és helyreállítsa életed dolgait. Most sem még nem késő. Nem késő, ezt mondja az Úr. Ma, ha hallanád az ő hangját, ne keseredj el. Ne borulj reménytelenségbe. Mikor ezeket a dolgokat olvastam, testvére, nem volt többé erőm, hogy én fölálljak helyemről, sírtam, zokottam. És ameddig meg nem értem, és újra át nem alapoztam az én hívő életemet, az én Krisztusban járó életemet, addig nem keltem föl az én helyem. Olyan bánat és olyan fájdalom volt az én szívemben, hogy úgy éreztem, hogy mindennek én vagyok az oka. Annyi sebb volt már az én drága feleségem szívén. Annyi sebb volt az én gyermekeim szívén. Annyi bánat és annyi csalódás és fájdalom volt. Prédikátor létemre, szolgáló testvér létemre, hogy elég lett volna arra, hogy tönkre menjen teljesen az én házas életem. De Úr Jézus Krisztus megváltozott. Fölnyitott az én szemeimet. És elkezdtem áldani. És azóta azt mondtam, nem fogok olyan munkát csinálni, hogy az egyik kezemmel építeni fogok, és másikkal rombolni. Mert az egy bolond építő, aki az egyik kezével épít, és másikkal rombol. Az azt jelenti, hogy én nem fogok egyik percben áldani, és másik percben átkozni. Én építeni akarom az én kapcsolatomat az én feleségemmel. Én építeni akarom kapcsolatot az én drága testvéreimmel. Én építeni akarom az én körülöttem élő embereket. Én áldani akarom, mert áldást akarok örökölni. Egy döntésre jutott az én szívem. És te is dönts a te szíveddel. Azt kérdezem, mit akarsz örökölni? Áldást vagy átkozást? Mondd el hangosan. Hát, vessél áldást. Aki szűken vett, szűken alatt. Bőven akarsz aladni? Bőven vess. És azóta viszem az áldást. Áldom a testvéreimet, áldom az embereket.
testvérek, és annyi áldásban részt vesz az én nyomorult emberi életem, hogy el se tudom nektek beszélni. Hintem a szeretetet, és ahol a világ csücske sarkában megállok, egyszerűen minden szeretetet adok. Minden áldást szinte el nem bírom hordozni. Olyan mélységben Isten áld az én életemet, mert az ő igéje, ámen és igaz. Elhiszed, elfogadod, tükörbe láttad meg életedet, ha igen, tér meg. Ma, ha hallanátok az ő hangját, ma, ha meglátnád a te arcod a tükörben, Isten igéjének tükrében, ne keményítsd meg a szívedet. Na azt mondd meg, akkor is az én férjem, akkor is az én feleségem a oka, hanem szállj magad. A kormányt az Úr Jézusnak adta te kezed, az ő kezébe. És ne a te érzéken éned kormányozza a te életedet, hanem engedd Jézusnak. Engedd, hogy ő igazgassa te nyelvedet. Engedd, hogy az ő lelke magozzon benned, és olyan indulatok legyenek benned, mint Krisztus Jézusban. Amen. Amen. Meghagyjuk fejünket, szívünket. Csodálatos szeretet, kegyelmes Isten, köszönjük, hogy nem hagysz bennünket sötétbe, nem hagysz magunkat. Köszönjük, hogy küldöd a te világosságodat. Köszönjük, hogy küldöd a te igédet. Köszönjük, hogy elküldted azt az élő igét, magát Jézus, aki közöttünk volt. Övéi közé küldted. De az övéi nem fogadták be. De köszönjük, hogy közénk is jött, és mi befogadtuk. És te Isten gyermekeivé tettél bennünket. Jogod is hatalmat adtál nekünk arra, hogy Isten gyermekeivé neveztessünk. Ó, Uram, ha azok vagyunk, annak a jellemét akarunk hordozni, annak a karakterét, annak Úr Jézus Krisztus a viselkedését, a beszédét. Ó, jöjj, Szentlélek Isten, formálj át bennünket, alakíts át. Te Mester, vegyél kezedbe, és újra vedd azt a agyagod, azt a savat a te szent kezeidben, és formálj át bennünket. Adj engedelmes szívet, adj alázatos szívet, adj megtérő szívet, adj Úr Jézus olyan szívet, mint a te szíved. Hadd tudjunk rád hasonlítani, hadd tudjunk téged szeretni, téged imádni, téged követni, mint ő. Most, mikor meg van hajtva a te fejed, Istenem, most, mikor úgy érzed, hogy senkihez úgy elszól az Úr, mint éppen te hozzá, és úgy érzed, hogy a te nyelved nem építésre volt, hanem rombolásra, és úgy érzed, hogy szeretném megtérni, szeretnéd átadni a szíved trónját Jézusnak, és az érzéken énedet megfeszíteni, és újat szeretnél kezdeni vele. Kérlek, emeld fel kezedet, fogok érted imádkozni. Dicsőség Isten. Halleluja, legyetek áldott, legyetek testvérek. Van itt még valaki, ez a te lehetőséged, te is légy áldott. Dicsőség Isten, te is vagy. Tégy is, drága Úr Jézus, köszönöm. Köszönöm, itt vagy. Ez a te kegyelmi időd. Isten téged hív. Téged akar megállni. Emeld fel a kezedet. Van még itt valaki. Dicsőség Istennek. Drága gyermek, téged is ott állunk. És téged is, drága testvérem, itt állunk. Ott oldalban is. Dicsőség Istennek. Ó, jöjj, Szentlélek Isten. Úr Jézus Krisztus, mikor
Te így fölvilágosítottál bennünket. Mikor megmutattad, hogy a nyelvünk hatalmában van az élet és a halál, a jó életnek jó íze, és szeretnénk szép napokat és jó napokat látni a mi életünkben. Ó, bocsáss meg, Úr Jézus Krisztus, hogyha nem őrizzük meg a mi nyelvünket, ó, tisztítsd meg a mi szívünket, és jöjj a mi szívünkbe. Most megnyissuk mindnyájan a mi szívünk ajtaját, és kérünk Jézus, jöjj és légy be, és légy a mi Urunk, a mi Királyunk, légy az a ok, az a új ok, amiért megnyissuk, vagy csukva hagyjuk a mi szánkat, hogy áldást vessünk, és így ezáltal áldást örököljünk. Ó, jöjj Szentlélek Isten, és pecsételd el ezeket a szíveket. Pecsételd el bennünket a eljöveteled napjára, hogy sok áldással bírjunk, és sok áldást tegyünk le a te lábaimnál. Amen. Amen.